Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Miniszterelnök úr 2015-ben még arról beszélt, hogy le kell állítani a gazdasági bevándorlást, mert Magyarország a magyaroké. Ehhez képest a jelen törvényjavaslattal külföldi vendégmunkások tömeges bevándorlását teszik lehetővé, amire az elhibázott gazdaságpolitikájuk által előidézett munkaerőhiány miatt van szükség. A kormány gazdaságpolitikája az elmúlt 13 évben önálló nemzetgazdaság építése helyett a politikai túlélésről szólt, még a balliberális kormányokat is túlszárnyalva támogatják a multikat, hogy hazánkba hozzák a beruházásaikat. Ezzel rövid távon ugyan elmondhatják, mennyivel nőtt a GDP és hány új munkahely jött létre, hosszú távon azonban gazdasági függőségbe taszítják az országot, ez azért úgy szemmel látható. Már a 2010 előtt tett választási ígéretüket is, miszerint 10 év alatt 1 millió új munkahelyet hoznak létre, csak közmunkásokkal, a korábbi rokkant nyugdíjasok, a 18 év alatti és nyugdíjas korosztály munkába kényszerítésével tudták teljesíteni. Elgondolkodtató, hogy a témában legtöbbször a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár helyett a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára, Menczer Tamás nyilatkozott. Jelen törvényjavaslattal viszont egyértelművé vált, hogy miről szól az önök munkaalapú társadalma. Azzal büszkélkednek, hogy közel a teljes foglalkoztatottság. Miniszterelnök úr a gazdasági évnyitón mégis arról beszélt, hogy a felépülő gyárakban a következő években 500 000 új munkahelyet kell betölteni, amit a hazai munkaerőpiac nem képes biztosítani. Tehát jöhetnek a vendégmunkások. Úgy tűnik, hogy az ázsiai működőtőke behozatala az ázsiai munkavállalók beáramlásával jár együtt. Azt nem teszik hozzá, hogy a vendégmunkások a fizetésük nagyobb hányadát hazautalják otthoni családtagjaiknak, tartós javakra nem, vagy csak inkább a mindennapi megélhetésükre költenek, így az ő bérük a GDP-t csak papíron fogja növelni. Az úgynevezett magas nyomású gazdaságpolitika eredményeként a munkaerőhiány már 2015 körül nemzetgazdasági szintű problémává lépett elő, amit akkor még román, szerb és ukrán munkavállalókkal igyekeztek megoldani. A Mi Hazánk mozgalom már többször hangsúlyozta, hogy a tömeges bevándorlást nem csak a határkerítés, hanem az alacsony munkabérek állítják meg, de leginkább az alacsony munkabérek. Parrag László még tavaly is arról beszélt, hogy Magyarország versenyképességének alapja az olcsó munkaerőben rejlik. Ez már önmagában óriási szégyen, hogy a magyarok munkaerejét olcsón árulják ki. Tisztelt államtitkár úr! Tisztelt képviselőtársak, ez az a gondolkodásmód, amit örökre távol kellene tartani és száműzni kellene a magyar politikából. Európán belül nem igazán vagyunk kedvelt célország munkavállalási szempontból, inkább tranzitországként szolgálunk, mert Nyugat-Európában lényegesen többet lehet keresni. Külföldi munkaerőt elsősorban a fejlődő országokból, Dél-Kelet-Ázsiából és Fülöp-szigetekről importálják, mert számukra a magyar bérek még így is magasabbak, mint az otthoni lehetőségek. Fennáll a veszélye viszont annak, hogy alkalmazásuk a magyar bérszínvonal letörésével jár, de legalábbis nem a növekedés felé fog mutatni. Tisztelt országgyűlés! A Magyarországra érkező külföldi munkavállalók száma 2015-ös és 2016-os 17 ezer főről 2019-re megközelítette a 70 ezeret. Majd a korlátozások hatására 2020-ban ugyan 36 ezerre mérséklődött, de ez 2021-ben újra növekedésnek indult. A Covid alatt rájöhetett volna a kormány arra, hogy a gazdasági szuverenitás megteremtése érdekében a hazai termelőkapacitások mielőbb le kell választani a globális ellátóláncoktól. Ehelyett pont az ellenkezője történt, a kormány a járvány utáni gazdaságélénkítésre hivatkozással 2021-ben adta a legtöbb támogatást, méghozzá 250 milliárd forintot. Ezzel párhuzamosan jelentősen megkönnyítették előbb 9, majd további 8 ország állampolgárainak magyarországi munkavállalását. Egy tavalyi kormányrendelettel pedig lehetővé tették, hogy harmadik országbéli munkavállalók munkaerő közvetítő cégeken keresztül munkavállalási engedély nélkül jöhessenek az országba.
Eddig 25 cég kapott minősítő engedélyt arra, hogy ázsiai munkaerő kölcsönzéssel foglalkozzon. Ennek fejében nagy létszámban és egyszerűsített eljárás keretében hozhatnak partnereik részére ázsiai munkavállalókat. Előfordul azonban, hogy a helyi toborzók csak a schengeni határon belülre akarják juttatni a jelentkezőket, akik ezért jó pénzt fizetnek nekik, majd felszívódnak. Sajnos ez a veszély tökéletesen benne van a rendszerben. A munkaadóknak a külföldi vendégmunkások alkalmazása összességében többe kerül, mintha magyarokat foglalkoztatnának, hiszen a szállást és a repülőjét is ki kell fizetni, emellett adószámot és tajszámot kell intézni nekik, betegség esetén orvoshoz kell vinni őket. Az igaz, hogy cserébe viszont a fluktuációt velük akár nullára is lehet csökkenteni, mert a magyar munkavállaló könnyen megteheti azt, hogy ha jobb bérajánlatot kap, akkor ugye vált. Másrésztről könnyen előállhat az a helyzet, hogy a munkáltató a külföldieket fixen foglalkoztatja, miközben a magyar munkanélküliek száma emelkedik. Ennek oka, hogy a munkaadónak a vendégmunkással hosszú távra kötött munka megállapodásból költségesebb kiszállni, ellenben a hazai munkavállaló szerződését könnyebb sajnos megszüntetni. A KSH adatai alapján a foglalkoztatottak számának növekedésével párhuzamosan tavaly júniustól idén márciusig a munkanélküliek száma 160 ezer főről 195 ezer főre nőtt, ami veszélyes tendenciát mutat. A statisztikai adatok alapján, ahogy már említettem is, 2021-ben 71 ezer, 2022-ben 74 ezer, idén pedig már 85 ezer külföldi állampolgár tartózkodik Magyarországon kereső tevékenység céljából. Az elmúlt évben csaknem 20 ezer munkavállaló érkezett minősített munkaerő kölcsönző cégeken keresztül. Ezzel párhuzamosan rekordot dönt a külföldön munkát vállaló magyarok száma. A 2021. januári 85 ezer főről idén márciusban már meghaladta a 100 ezer főt. Eszerint egyértelműen akár lakosság csere is zajlódhat az országban. A külföldön dolgozó több mint 100 ezer magyar honfitársunknak kellene inkább versenyképes körülményeket és béreket biztosítani. Tisztelt Országgyűlés! Nyugat-Európában így kezdődött. Németországban a 60-as, 70-es években azzal a céllal érkeztek vendégmunkások, hogy ők csak dolgozni akarnak, jelenleg pedig már egész városnegyedeket uralnak. Az első generáció még úgy, ahogy dolgozott, a második már többnyire segélyből élt. A közvetítő cégek tapasztalatai alapján akadtak olyan ázsiai munkavállalók, akik elszöktek a munkaviszony megkezdése előtt. Problémának tartjuk, hogy a törvényjavaslat nem tér ki arra, mi van, ha a vendégmunkások csoportja nem tud beilleszkedni és elfogadni kulturális szokásainkat, vagy ha kirívó magatartásukkal megbotránkozást váltanak ki a magyarokból. Miért nem utasítják ki őket azonnal? Felháborítónak tartjuk, hogy egyes közvetítő cégek az integráció elősegítése érdekében nem a vendégmunkás, hanem a magyar munkavállaló érzékenyítésére helyezi a hangsúlyt. Bár a törvényjavaslat nem engedi a vendégmunkások letelepedését, a tartózkodási engedélyek időtartamát pedig 2 plusz 1 évben maximálja, mi van akkor, ha a munkáltatónak nem sikerül a munkavállalót az utolsó napon rávennie, hogy elhagyja az EU területét? Mi történik akkor, ha a magyarországi tartózkodása idején például egy indiai vendégmunkás, hát mondjuk, ha a törvény nem is engedi, de akkor is élettársi kapcsolatot létesít, és mondjuk gyerekek születnek? Ugye nem gondolja senki komolyan, hogy egy törvényjavaslattal majd az érzelmeket és a biológiát azt mondjuk befolyásolni lehet. A törvényjavaslat szerint a vendégmunkások létszámát rendeleti úton maximalizálni fogják, hiányoljuk azonban, hogy a törvényjavaslatban nincs egy viszonyszám, ami a nagyságrendet mutatná. Jelenleg is számos cég működik Magyarországon, ahol az 50%-ot is elérheti a külföldi dolgozók aránya. Például itt van a Gödi Samsung gyárban, 6000-en dolgoznak, a munkások fele külföldi, a Gödi munkavállalók száma még a 100-at sem éri el. Álláspontunk szerint a többségében még fizikai munkavállalókra kiépülő rendszer megágyaz, majd a fehérgalléros munkavállalók tömeges betelepülésének is. A kormányzati kommunikáció nem szól a feszes munkaerőpiac demográfiai okairól, vagyis arról, hogy minden évben 30-40 ezerrel több munkavállaló megy nyugdíjba, mint ahány fiatal belép a munkaerőpiacra. Arra sem térnek ki, hogy az elmúlt időszakban globális mértékben verték szét a munkavédelmet és a sztrájkjogot.
A Mi Hazánk mozgalom véleménye szerint ennek a törvényjavaslatnak meg sem kellett volna születnie. Önálló nemzetgazdaságot kell építeni, ami nem igényel több százezer külföldi vendégmunkást. A külföldön dolgozó magyarokat kellene megfelelő kormányzati programmal hazahívni, ami nem sikerült sem az első Orbán kormány alatt, sem az elmúlt 13 év alatt, de még a balliberális kormányokról ne is beszéljünk, ott meg aztán pláne. A külföldi multik helyett a helyi gazdaságok megerősítésébe kellene investálni, hiszen a magyar munkavállalók kétharmadát a KKV-szektor foglalkoztatja. Nem a vendégmunkások tömeges beáramlásának a feltételeit kell megteremteni, hanem olyan körülményeket, hogy a magyarok itthon tudjanak tisztességesen megélni, ne Nyugat-Európába vándoroljanak ki. Átgondolatlanul egyik napról a másikra döntenek óriási összeszerelő műhelyek létesítéséről. Mi lesz a következő lépés, tisztelt államtitkár úr? A gyártósorokat majd pár év múlva automatizálni fogják, mert mondjuk a munkaerő hiányt, úgy mint Japán, mintára majd robotokkal fogják megoldani? Így képzelik el az ország jövőjét? Ehelyett azt követeljük, hogy Magyarország valóban a magyaroké legyen. Ahogy már említettem, ennek a törvényjavaslatnak meg sem szabadott volna születni. Számunkra, a Mi Hazánk mozgalomnak ez a törvényjavaslat teljes mértékben elfogadhatatlan. Köszönöm szépen a figyelmet!